Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy égi kapu nyílik a plejádok felé, a maja naptár szerint. Július 13-án. Nem csak ezen a napon van ez az égi kapu nyílása, hanem 10 napon keresztül, és ez eltart július 22-ig. Minden nap más energia van. Ez egy ilyen finom energiai mező, de mutatom nektek a témákat is. Mint mondtam, ez az égi kapu nyílása a maja naptárból van. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ez rezgéseket jelent. Mi jelen pillanatban az 5. hullámban, vagy a rezgésben vagyunk. Ez az 5. hullám Ben hatása alatt áll. Ben lefordítva azt jelenti, hogy egy égi vándorló. Mi most összeköttetésben állunk az égi hatalommal. Július 13-án, amikor nyílik egy kapu az égi hatalom felé, ezen a napon Imis uralkodik. Imis az egy sárkányt mutat, vagy egy kígyót, ami a kármikus témákat jelenti. De nem csak ezt jelzi ez az Imis energia, hanem egy ilyen ősi forrás. És ez az ősi forrás, ez egy nőies erő, itt valami megszületik. De ha mi visszatérünk erre az ősi forrásra, az nem csak a mi születésünket jelenti, hanem az életet itt a Földön. Ez az ősi forrás bennünk is van. Ez a mi intuíciónk. És erre kell, hogy most odafigyeljünk. Nem csak az intuíció fontos, hanem ez az Imis energia a víz elemével áll összeköttetésben, és az tükrözi a mi érzelmeinket. Tehát figyeljünk oda az érzésekre. Azon kívül mutatja a mi álmainkat. És egy álom megvalósítható, ha mi ebben hiszünk. Tehát erősíteni kell a hitünket is. Ami még fontos ennél a mai napnál, ennél az égi kapunál, hogy a belső erőnket erősítsük. Higgyünk abban, hogy azt, amit mi tervezünk, az megvalósítható. Amit mi még átélünk ezen a napon, hogy jönnek az emlékek, gyakran fájdalmas emlékek. Kell, hogy ezen most túltegyük magunkat. És ez volt a felvételem, egy égi kapu nyílik a maja naptár szerint. Nem csak a mai napon, hanem most 10 napon keresztül. Tehát minden nap fogok egy felvételt készíteni ezzel kapcsolatban. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!